Befejeződött egy újabb felújítás Nyírbogáton. Pénteken átadták a megújult Arany János utcát, de a pályázatnak köszönhetően stabilizálták a Pirítsei utat, az Istvántanyai bekötő utakat és a Jókai utcai járdát is. Korábban ezek az utak járhatatlanok voltak a kátyúk miatt, valamint a beruházás kezdetén derült ki, hogy nem minden szakasz volt az önkormányzat tulajdona, így azokat előbb meg kellett vásárolni, közölte a település polgármestere. A projekt összköltsége a tanyára vezető két út és a Pirítsei út stabilizálása esetén közel 100 millió forint volt. Ezt a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatból valósítottuk meg. Az Arany János utca és a Jókai utca járdája esetén a Belügyminisztérium által kiírt két pályázatból, amely egyenként közel 17 millió forint volt. A felújítások minden esetben a lakosság életminőségének javítását szolgálják. A kormány célja, hogy minden településen egyforma feltételek mellett éljenek a helyiek, hangzott el az ünnepségen. Ennek érdekében a kormány 2010 után átvállalta a települések adósságait, elindította a Modern Városok, majd a Magyar Falu programot is. A következő években pedig több mint 1000 új munkahely jöhet létre a megyében és a térségben, közölte Menczer Tamás államtitkár Nyírbogáton. A külügyminisztérium a külgazdasági feladataink is vannak, és próbálunk minél több beruházást megvalósítani, behozni ide az országba, az ország különböző régióiba. És most a kollégák 14 olyan beruházást vizsgálnak, amelyet ide a megyébe szeretnénk, ide a térségbe szeretnénk behozni. Ezek a döntés előkészítő fázisban vannak, ezt így mondja a szakzsargon. De reméljük, hogy döntés is lesz majd, és hogyha a jelenlegi terveink szerint tudnak ezek megvalósulni, akkor több mint 1200 munkahelyet teremthetnek majd itt a környékben. A pénteki útátadás után fórumot szerveztek a községházán, ahol Menczer Tamás kiemelte, 800 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben. A munkanélküliségi ráta is sokat javult, mint helyi, mind országos szinten. Az államtitkár hozzátette, október 13-án olyan polgármestert kell választani, aki garantálja a biztonságot és a fejlődést, valamint alkalmas a vezetői szerepre. A település jelenlegi polgármestere a fórumon elmondta, az elmúlt 5 év alatt 40 komplex projektnek köszönhetően több milliárd forintból fejlődött Nyírbogát, többek között bölcsőde épült, megújult az általános iskola épülete és a 471-es főút több szakasza.